Tisztelt képviselő, testvére, szeretettel köszöntök mindenkit mai rendkívüli ülésünkön, melynek elsődleges célja, hogy pályázatokat tudjunk benyújtani. A napi rendi javaslat a kiküldötteknek megfelelő lenne, de mielőtt erről beszélnénk, én a jegyzőkönyv hitelesítőjének Fűkő Csaba képviselő urat javaslom. Ha elfogadja, és mi is elfogadjuk, akkor most szavazunk erről igennel. Köszönöm szépen, négy igen szavazattal egyhangulag elfogadó, képviselő nem szavazott. A napirendi javaslata előterjesztetnek megfelelő lenne. Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Akkor aki az előterjesztett napirendi javaslatot elfogadja, most szavazott igennel. Köszönöm szépen, öt igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. A képviselőtestület 5 fővel határozat képes, Vámosi alpolgármester úr igazoltan van távol, ő előre jelezte, arról képviselőkről nem tudunk. Az első napirendi pontunk a rendelet tervezet az avar és növényi hulladék nyíltéri égetéséről szóló rendeletünk módosításáról. A rendeletünkben a 7. paragrafus első bekezdése úgy szól, hogy tilos a nyíltéri égetés füstölőriadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartam alatt, valamint országos tűzgyújtási tilalom idején is. Miután ezt mi 2015-ben beletettük, de gyakorlatilag túl sok értelme álláspontom szerint nincs, hiszen az országos tűzgyújtási tilalom elsősorban arra vonatkozik, hogy kint ne gyújtsunk tüzet a mezőn, hiszen ebbe a hőségbe hamarabb más is tüzet kaphat. De településen belül, ahol könnyen elérhető az oltóanyag, nincs sok értelme, és különösen, hogy egyébként tegnaptól országos tűzgyújtási tilalom van megint, én szerintem érdemes hozzányúlni, hogy azért nálunk a péntek-szombati égetéseket ez ne akadályozza, legalábbis emiatt ne kelljen senkinek szélsőséges esetben büntetést fizetni. Úgyhogy épp ezért az első bekezdés a 7. paragrafusban már csak a füstködriadót tenni, illetve egészítené ki. Kimaradna belőle az országos tűzgyújtási tilalomnak a rendelkezése is. Tehát amennyiben országos tűzgyújtási tilalom van, attól a falunk belül még pénteken, szombaton lehet tüzet gyújtani. Ennyi a előterjesztésnek a lényeg. Van-e valakinek ehhez hozzászólni valója? Nincs. Örülök neki. Aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, most szavazott igennel. Köszönöm szépen, öt igen szavazattal egyhangulag ezt a rendeletet megalkottuk. Következik a második napirendi pont, határozati javaslat, nagyon szép hosszú számú, VP67217413-17 korszámú helyi termék értékesítés szolgáló, piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat benyújtásáról. Itt már a határozati javaslatot én meg is írtam a névtanév gépen. Ennek az a lényege, hogy volna két pályázat. Az egyik piacok elkészítését célozná. Meg is próbálom mutatni, hogy látható legyen egy metszet így oldalról. Körülbelül nem is hiszem, hogy látványkép. Ez az. Tehát ha látszik, akkor ilyen ez a látványkép. Ezt a piacot, Kikes Tibor, ezt a piacot építenénk meg, amennyiben nyilván a pályázatot nyerjük mindkét helyen, tehát úgy a sportpályán mellett, mint a Békekertben. Ennek a pályázat benyújtásának ma van határideje, és nyilvánvaló, ezért kell igyekezni ennek a határozatnak az elfogadásával. A mindkét piacnak az értéke 10.659.000 forint, ebből 85%-os lenne az uniós támogatás, és 15% az önkormányzat önrésze. Egyébként, ami érdekes, hogy ugyanabban a pályázatban... Tovább most, hogy szárazni telefonát, hogy kiszámolnak az igazolás sürgős. Lehet okay. Menni. Már valaki menjen. Jó. Anikó meg majd kívánja. Ha itt lesz.
Na tehát mindkét piac 10 millió, 659 ezer forintba kerül bruttó, ennek 85%-a uniós támogatás, 15% önerő. És ennek megfelelően javaslom majd ezt elfogadni, a másik pedig az étkezde, hiszen ez egy összevont pályázat, itt egy alaprajzot tudok mutatni, ez pont nem az, hanem pillanat türelmet. Na, az a lényege, ja itt van, bocsánat, csak nem azt néztem, amit kellett volna. Hát ezt nem tudom, láthatóra. Tehát maga az éttermi résznek a rendbetétele, felújítása, és mellette egy ilyen elszeparált módon a jelenlegi WC-k helyén történne a népkonyha kiszolgáló helységének a kialakítása külső bejárással, tehát hogy a gyerekek, illetve a népkonyhát látogatók ne is találkozzanak, és van itt egy foglalkoztató helység, vagy tanterem, vagy nem is tudom mit, annak a félbevágásával egy kisebb foglalkoztató maradna meg, illetve ott oda kerülnének át a WC-k, mozgáskorlátozott megoldással együtt, a rámpa, az előírásoknak megfelelően úgy, ahogy szükséges. Ez a pályázat bruttó 20 millió forintos, ennyit enged maga a kiírás, ebből 19 millió néhány százezer forint, egész pontosan megmondom, 19 millió 475.506 forint az építés, a fennmaradó rész pedig bútorbeszerzés. Úgyhogy ez a két pályázat menne be a mai napon, így amennyiben ezzel egyetértünk, akkor maga a határozatunk úgy szólna, hogy a képviselőtestület a fejlesztésekkel egyetért, és a szükséges önrészt biztosítja. Nyilván itt ez azt jelenti, hogy ugye körülbelül ha minden fejlesztést egységesen sikerül nyerni, akkor olyan 40 millió forint, ennek a 15%-a lenne az, ami az önkormányzatot terhelné, abban az esetben, ha elnyerjük. Na most ezt ma benyújtjuk, látva a vidékfejlesztési programok elbírálásának gyorsaságát, talán jövő évkorra se lesz még eredmény, úgyhogy ettől függetlenül szerintem ne tétovázzunk, hogyha ilyen lehetőség van, akkor nyújtsuk be. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Tessék, parancsolj! Amennyiben a népkonyhának a működtetése megszűnik, akkor azt a helyiséget, amit most különbejáratóra kialakítunk, azt milyen célra tudjuk felhasználni. Mert nem biztos, hogy ez a népkonyha ez 10-12 éven keresztül fog működni, tehát akkor milyen funkciót tudunk adni ennek a helyiségnek? Igen, hát akkor is tudunk megkérni funkciót. Ha jól megfigyeljük, akkor lényegében egy étel, egy edénytároló, illetve egy ételkiadó van benne, tehát akár használhatnánk olyan célra is, hogy amikor ugye jelenleg az ételkiadás azoknak, akik elviszik az ételt, az kívülről történik, tehát áll az ember a hidegbe és várja, hogy kiadják neki az ételest. Na most, ha a népkonyha nem lenne, akár ez zárt helységben tudnánk a későbbiekben megoldani. Tehát magyarul nem egy öncélú dolog, hanem... Nem, ez felváltható más célra is. Egyértelmű. Igen. Más kérdés, vélemény? Itt a túl meg a fajlalatos is egy vicces. Nem olyan vicces, ez lehet, hogy meg tudjuk nyitni, és akkor rögtön nem vicc, de ez belőle nem valóság. De hát majd meglátjuk, hogy a népkonyhát ezt meddig működteti ez a cég. Van-e még valakinek? Ha nincs, akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy egyetért a pályázat benyújtásával és az önerő biztosításával, aki igen, most szavazott. Köszönöm szépen, 5 igen szavazattal egy hangunkat elfogadtuk. Akkor következne a harmadik napi rendi pont. Ennek június 30-a lesz a határideje. Ennek a pályázatnak a címe erdősítés támogatása. A tervek szerint
régi szemétterek, a holtaktárnak az a része, amely lényegében mint legelő szerepel és az önkormányzat tulajdonában áll, illetve a nagyapolynak bizonyos területe, továbbá a Gödrösnek egy bizonyos területe olyan részekben lesarkítva, ahol a későbbiekben a napelempark kialakítását nem árnyékolja be. Ezeken a területeken valósulna meg erdősítés. Jelenleg a erdőmérnök Sárospataki úr, Mihók Istvánnak hívják, dolgozik még a pályázaton, hogy elkészülje a határidőre. Ennek nincs önereje, 100%-os finanszírozású, és lényegében, ha sikerül minden olyan területre erdőt neki tervezni, akkor gyakorlatilag megduplázhatnánk a jelenlegi erdőinknek a területét ezzel a pályázattal. Ez elsősorban nyárfákból, illetve tervek szerint, bár nem vagyok biztos benne, hogy amit legutóbb megbeszéltünk, az pont is kerülhet, de akár akácszágból is állhatna, tehát lényegében keménylombú tűzifa és puhalombú is lehetne, de ha csak nyárfa, mert végül is nem tudja majd kisajtolni a tervből, akkor is nagyon jó, mert lényegében 40-50 hektár erdővel akár bővülhetne is a területünk, ami azért egy nagyon komoly mennyiség, úgyhogy lenne is vele majd nyilván bőven munka. A jó hír nyilván az, hogy ez környezetvédelmi szempontból erőnyös, hosszú távon, mint erdőgazdálkodó bevételt tudna termelni. A rossz hír viszont az, hogy amennyi legelőből erdőt hozunk létre, arra később érdemben már területre alapú támogatást nem fogunk tudni igénybe venni, de remélhetőleg az erdő több bevételt fog termelni, mint az a hektáronkénti 70 ezer forint, amelyet az Európai Unió erre biztosít, hogy nekünk van üres területünk. Erről a pályázatról ennyit tudok elmondani, de ha van esetleg kérdés, amire én magam tudok válaszolni, úgyhogy a terdésznek eljön, ha megkérdezünk, akkor szívesen. Úgyhogy képviselőtestület következik. Tessék! Én nagyon örülnék meg, hogy minél több akác kerülne bele, mert vannak méhészek a falban. Tehát a méhészet egy az, hogy alap környezetbarát, a másik dolog, egy sikeres méhész ágazat, méhész gazdák itt a faluban, az nem rossz bevételi forrás. Hírnevet is erősítés, hogyha belegondolunk abba, hogy tudjuk azt, hogy a nyírségbe elszállítani a méheket mekkora összeg. Tehát most ez mind a vállalkozóknak a zsebében marad, és ennyivel gazdagabbnak. Tehát, és mondhatja a Harkányi, hogy Harkányi méhezet lesz. Úgyhogy én támogatnám azt, hogy minden több akászfa legyen benne. És hogyha most azt mondjuk, hogy azt is, hogyha kivisszük őket, rágyeljük őket mondjuk nézeltetni, akkor az is lehet bevételt tenni. Még mindig olcsóbb nekik, mint elszállítani, és még ott is fizetnének a nyírségben. Nagyon jó meglátás. Már csak nyerni kell ennek a pályázatnak, és reméljük, hogy ez nem a vidékfejlesztési program egyébként nagyon gyors elbírálását érdemli. Ezt ugye azért mondom, mert tavaly májusban, amiket benyújtottunk, júniusban és még nincs eredmény, és mindig egy hónapra vagyunk az eredménytől, hát reméljük előbb-utóbb eltelik az a hónap, és akkor fogjuk látni. Most az a kérdés, hogy támogatják-e hivatalos az akácfa, ugye annak ide majdnem kiirtatták Magyarországon az akácfát, ugye, hogy nem. Ez egy tájidegen az akác Magyarországon, és nem ide való. Hát ez az Európai Uniónak a lobbija volt, hogy a lobbija persze, hogy a magyar méhészek ne éljenek. Balaton felvidéken jártunk most, amikor tavasszal, rengeteg akácfa, rengeteg. Úgyhogy irigyeltem is, hogy miért nem itt van, közelben. Akkor a mi méhészekre nem kéne lennék.
jó messzire. Sőt, az akkor is jellemző pálya volt az akászban, mindenhol az utat mentén az volt. Tehát mindenki hasznos lenne, amit a akászat. Igen. A rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd 320 millió forint, és várhatóan 300 darab támogatási kérelmet fog támogatni a kormány ebből a keretből. Könnyebben jut el a korban 300-ban. Reméljük, hogy benne leszünk a 300-ban. Nyugodtan lennék a 3000-ben. Én is nyugodtan lennék, de hát... De csak összesen 60 pályáztunk. Reméljük, hogy kevesebben fogunk pályázni. Nyilván ez egy körülbelüli összeg, mert maga a támogatási igények, tehát a keretösszeg az irányadó. Na most, ha az 50 milliárd forintot ezren viszik el, akkor nyilván nem 300 lesz az irányadó, de hát gondolom minél többen magasabb összegre akarnak pályázni. Na, akkor van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. Akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy egyetért-e a VP 581116 korszámú erdősítés támogatása című pályázat benyújtásával, aki igen, most szavazhat. Köszönöm szépen, 5 igen szavazattal az egyhangulat elfogadjuk. Következik a 4. napirendi pont, határozati javaslat közművelődési érdekeltség növelő pályázat benyújtásáról. A pályázatot rövidesen be kell nyújtanunk, és erre szükséges egy felhatalmazás. A pályázat összességében 1.317.233 forintot tartalmaz, ember van, lejátszó, mikrofon, hangosítás, hangfalálvány, kábelek, állványok, fejhallgatók, akkumulátortöltő, kávéfőnyő, gázlámmal, sörsátor, projektor, oklevéltartó, elosztó, hosszabbító, videókamerák és újra kábelek. A művelődési háznak a technikai fejlesztéséhez szükségesek ezek. Önerőt, 150 ezer forintot szükséges hozzátenni. Na most, ugye azt már látjuk az elmúlt időszak gyakorlataihoz képest, vagy ennek megfelelően, összességében van az egész országra 300 millió forint, tehát valószínűsítetően néhány százezer forint az, amit mi elnyerhetünk, de remélve azt, hogy ha minél maga többet kérünk, ugye ahhoz arányítják a támogatást, legalábbis mi ezt gondoljuk, ezért most kérnénk 1 millió 300 ezer forintot, aztán ha végén lesz belőle 300 ezer forint, nyilván annak is fogunk örülni. Úgyhogy ehhez kérdezem a képviselőtestületet, kinek van véleménye, hozzászólása. Senki. Köszönöm szépen. Egyetért a képviselőtestület az önerő biztosítása mellett a közművelődési érdekeltség növelő támogatásra pályázat benyújtásával. Aki igen, most szavazott. Köszönöm szépen. Egyhangulat 5 igen szavazattal elfogadtuk. Következik az 5. napirendi pont. Határozati javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának benyújtásáról. Hát itt lehet, hogy magának a napirendi pontnak a címén lehetne változtatni, hiszen ez inkább csak egy tájékoztató, egy megbeszélés, hiszen április 10-én mi, amikor hoztunk határozatot arról, hogy a rendkívüli támogatásra nyújtunk be támogatási kérelmet, akkor határoztunk arról is, hogy a szociális ügyékben is, tehát ugye a szociális támogatási keretünk kiegészítésére is nyújtunk be rendkívüli támogatási kérelmet, ennek ugye Reki a neve, régen Önhiki volt, és a lényeg az, hogy olyan 14 millió forint körül tartunk a számolásba, hogy egy olyan mennyiségű összegre kívánnánk támogatást benyújtani, ezt a belügyminiszter úr fogja elbírálni. Maga a benyújtási határidő július 15-e. A jelen állás szerint még nyilvánvalóan nincs benyújtva. A jelen állás szerint, ahogy már feltöltöttük a kérelembe, 15 millió 300 ezer forintnál tart jelenleg az igényelt támogatásunk, úgyhogy remélhetőleg a
az körülbelül így véglegesedik, akkor nagyon bízunk benne, hogy ezt az összeget el is fogjuk nyerni, és akkor kiegészülhet egy olyan jelentős összeggel a települési támogatási keretünk, amely aztán biztosítani fogja, hogy a Szociális Bizottság nyugodtan dolgozhat, és mondjuk a tavalyi évnek megfelelő kiadási ütemet fogja tudni teljesíteni. Ha nem, akkor nyilvánvalóan az év második felében, a szociális támogatások tekintetében visszát kell fogni magunkat, hiszen, amint ezt már a költségvetés tárgyalásokon is elmondtuk, 14 millió forinttal kevesebb a szociális támogatási keretünk, mint volt 2016-ban. Annak ellenére, hogy mi igyekeztünk a számokat teljesíteni, tehát nyilvánvalóan nem lett kevesebb közmunkás a településen, nem lett kevesebb 60 évvel felüli, és az összlakosságunk se lett számok terülően kevesebb. Ez a három olyan tétel, amiből számolják, amint akkor is megbeszéltük februárban a környékbeli településeken is, ilyen ütemű csökkenés volt tapasztalható, úgyhogy remélhetőleg, ha ezt a rendkívüli támogatási keretből kiegészítik, és annyi keretünk lesz, mint tavaly volt, akkor mi voltak lehetünk, ha nem, akkor ennek az eredményeképpen nagyon keményen vissza kell fogni a támogatásunkat, és a Szociális Bizottság bármilyen jó szívű szokott lenni az elmúlt időszakban, ezt a jövőben nem fogja tudni nyugodt szívvel megtenni, hiszen a kassa részesen ürül. Hát ugye jelenleg abban bízva, hogy ez a támogatás meg fog érkezni, a tavalyi évhez hasonlóan dolgozik mindenki, nyilván egy kicsit még ennek megfelelően is összéphúzva, a nadrágszíjat, ha szabad így mondani. Ha viszont nem kapunk ennyi pénzt, akkor majd kevesebbet kell kiadni is. Hogy erről ennyit tudok nem mondani. Ehhez kíván-e valami hozzászólni? Nem. Reméljük, hogy pozitív eredménye zárul, és akkor nyugodtan tudjuk ezt. Nehéz lenne megmagyarázni, hogy elfogadtak az emberekkel, hogy nem mi rajtunk múlik, hanem mi kevesebbet kaptunk. Tehát nagyon jó lenne, hogy sokan nem menjeni. Most tovább voltak, hogy nem tudjuk megkezdeni. Legyen. Ha ehhez nincs más hozzászólás, akkor rátérünk a hatodik napirendi pontra, az egyedek. Egyedekben annyit szeretnék elmondani, hogy képviselő asszony a nyári szünetét a tájházban tölti, legalábbis egy részét. Azért, hogy június 24-én a múzeumok éjszakáján már a Traktorharkányi tájház is meg tudja mutatni magát. A interneten a múzeumok éjszakája honlapján is elérhetőek vagyunk, azon települések között, akik bemutatnak valamit. 8 órától lesz éjfélig, tehát gyakorlatilag folyamatosan, aki arra jár, távlatvezetés a tájházban és a udvarán. Itt még arról beszélgetünk, hogy kitartsa a távlatvezetés. Képviselő az, hogy nagyon azt akarja, hogy én tartsam, de majd ezt meglátjuk. A másodánnyal foglaltságot mutatnám. 20 óra 45-től, tehát 3:49-től fél 10-ig táncház lesz a Cirálda együttessel a művelődési házban. A néptáncosaink ott lesznek, jöjjenek minél többen. Hány órától? 3:49-től, ahogy ez a szórólapokon is olvasható. Legyünk minél többen, és hát nyilvánvalóan majd Ördög Melinda és Karajc Balázs, akik a táncházat vezetni fogják, majd látni fogják, hogy esetleg fiatal korosztály, vagy középkorú idősebb korosztály is részt vesz, és gondolom a táncok ritmusát annak megfelelően fogják kialakítani, tehát attól ne jegyen meg senki, hogy majd nem is tudom, maratont kell futni. Biztos, hogy mindenki jól fogja érezni magát, aki beáll egy kicsit táncolni. Szóló tánc is lesz. Hát az nem. 21:30-tól pedig Főnix tűz zsonglőr show műsor lesz ott a
Markoló van, lényegében, hiszen Szent Iván éj is van, tűzgyújtás féle, tűzzsonglő műsort is fogunk látni, ez 9:30-10 óráig lesz látható, úgyhogy reméljük, hogy minél többen eljönnek, és együtt fogunk örülni a múzeumok éjszakájának, amihez az idén Taklavaszán csatlakozott, tehát még egy plusz program, amit tudunk biztosítani a lakosságnak, úgyhogy reméljük élnek majd vele, úgy, ahogy becsatlakoztunk idén 10 sok év után az Emlényi Fesztivál forgatagába, amely augusztus 16-án fog programot jelenteni nálunk a református templomban, úgy most szombaton jöjjenek minél többen is a tájházban, találkozzunk. A tájház egyébként most már belülről is megújul, már amennyire megújulhat, hiszen ez egy történelmi kort bemutató épület. A pedagógusok képviselőasszony koordinálásával részt vesznek a megújulásban, nem is felújulásban, hanem megújulásban, illetve amint nyilvánvalóan a közszolgálkoztatottjaink is ott vannak, és van egy új kerítésünk is, a történelmi hagyományoknak megfelelően, bár én már csak a fakerítésre emlékszem, sőt szerintem nagyon sokan, de a régészeti feltárás, illetve a leírás alapján ott korábban patics-kerítés volt, akkor azt megelőzően patics-kerítés lehetett, mert a régész ezt írta le, és az most helyreállt. És én még láttam, bocsáss meg, én még láttam annak a maradványait, nem elől, hanem a hátsó részben, mert ugye Fényi és András az én betegem volt, és így szereltem. Hát ugyanaz, amiről beszélünk? Ugyanaz, a veszőben. Veszőfonát. Igen. Ja, csak a sövénynek így. Igen. Értem. Akkor két irányból megyünk egy. De ugyanaz. Ugyanarra beszéltek, igen, az van. Így, így tudunk elbeszélni. A patisban az a sövény, betapaszt a sárga. Értem. Hát ez fakeretes, hogy minél tovább megmaradjon. Az fal. Sajnos nem igazán találni már szakember, ezt egy 85 éves Tiszaladányi bácsi csinálta meg, úgyhogy reméljük jó sokáig ki fog tartani, mert ha ez a tudomány elkopik, kihal, akkor ez az egy komoly veszteséget fog jelenteni a magyar történelemből, illetve kultúrából. Hát még csomó jól lehet ilyet látni a főutcán egy kis darab. Hát látni, igen. Fiatal be kell tanítani. Jó, hát akkor majd csak legyen, aki betanulja. Tehát akkor... Ha megbetegni belőle, akkor biztos megadni. Hát nem tudom. A múzeumok éjszakájáról én ennyit tudok. Átadom a szót a kedves kollégáknak. Mivel megszólítottam, akkor amit hadd mondjak el, hogy nagyon sok ember tapta a harkányban, nagy összefogásról tett a bizonyságról. Azok a közmunkások is, akik ott dolgoznak, munkaidő után egy emberként dolgoztak, dolgoznak, és hát reméljük, hogy mindenki megelégedésére szombatra elkészülünk. Kicsit félek attól, hogy a külső részét nem fogjuk tudni befejezni, tehát kívülről nem biztos, hogy meg tudjuk újítani, mert ez a komoly munka van, és nem akarjuk azt, hogy csak úgy összekenjük, és tehát azt akarjuk, hogy tartós legyen. Tehát nagyon el van kopva az alja, kiköveztük, szóval mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tartós legyen. Belülről meszeltünk, tapasztottunk, a padlót mázoltuk, tehát mindent megtettünk annak érdekében, hogy szép legyen. Nagyon sok minden van benne, nagyon sok oda nem illő dolog volt benne, azt kiszedtük, tehát ne gondolja senki se arra, hogy az 1784, mert olyan gerenda van ott, hogy ez van főérve rá, 1784, tehát nem erre az időszakra állítjuk vissza, hanem tájház jelleget kívánunk, tehát a szoba, illetve a konyha, meg az istálló részét, tehát az odaillő dolgokat akarom betenni. Hát volt itt olyan retro valami, amit tudom én Ukrajnába hoztam, tehát ezeket mindent kiraktunk. Szépen gyönyörűen oda van állítva a szekér, a régi tűzoltó kocsi, aztán eke van, tehát mindennek megpróbáltunk megfelelő helyet, gyönyörűen kiputoltak, akkor a lósuska meg az volt benne, mint én. És tényleg mindenki egy emberként dolgozott, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha minél többen lejönnénk, és
meglátogatnánk, mert megéri, és szerintem büszkék lehetünk arra, ami ott van, mert ezt nem mondhatja minden település magáról, hogy ilyen értékeik vannak. Tehát most én mindent megmostunk, tehát helyreállítottuk úgy, ahogy tudtuk, és el fogtuk csodálkozni azon, hogy mennyi minden van oda összeholva. Tehát, hogy milyen eszközök régi korból. Tehát az... van olyan, aminek például nem tudjuk, ilyen prészerű valami, nem tudjuk a nevét, hogy mi az. Szerintem valami a kenderrel kapcsolatosan, hogy átnyomták, tehát a vizet kisajtolták, mondom, előkészítek, hogy mi minden van ott. És megpróbáljuk persze úgy berakni, hogy megfelelően, használatának megfelelően, úgyhogy nagyon igyekszünk, hát reméljük, hogy közmegelégedésre. Tehát a jó szándék megvolt, aki majd jobban tudja, az utánunk folytathatja. A kender szálát átvitték ezeken a hengereken, és valahol törték szét a szára, hogy a rostokat, a hosszú növényi rostokat kivessen a szabadítani. De azt lehet tudni, hogy kik azok a közmunkások, akik ennyit tettek, fel lehet ezt sorolni. Azért engem már meg nekem most nem mondjam el, mert csak a becenemüket tudom. Tehát az biztos, hogy Barta Károly brigádja van ott, de ezt majd meg fogjuk jelentetni. Tehát pontosan felfogom mindazoknak az embereknek a nevét írni, aki ott dolgozott, aki hozott oda valamit, aki mázolt, aki festett, ez mindenkinek a nevét, és azt ki fogjuk rakni oda valahova, hogy ezek az emberek értéket teremtettek a tartalmat. És hogyha ilyen példamutatóan, hogy munkaidő után. Sőt, munkaidő után? Emlékszem rá, hogy tavaly, amikor itt érkeveztek a gépállomás utcában, és itt voltak a srácok még este 8-ig is, hogy tudják csinálni. Tehát hál' Istennek van ilyen pozitív hozzáállás, és egyre több emberben van ilyen, hogy a közösségért igyekszik tenni munkaidőn túl is. És ezeket szerintem ezt el kell mondani, és érdemes az, hogyha nem is elhangzik, hogy lássák a többiek is, hogy kik azok, akik tényleg tesznek ezért. Tehát nem volt olyan, hogy valakit megkértem volna valamire, és ne csinálta volna meg. Ne hozta volna el, ne tette volna hozzá magát. Például délután jelentkezett két ember, hogy látszövetet fogják felrakni munkaidő után. Nincs vízünk, már nem volt semmi víz. Hordóba hozták nekünk a vizet. Mentünk a közkútra, ott mostuk meg a kosarakat, meg ezt majd meglátjátok az interneten, fent lesz, legalábbis amit őrült el lehet, hogy mi minden munkát végeztünk ott el. Úgyhogy várjuk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen! Barta Károly és Lengyel Rezső munkavezetők és csapataik voltak ott többek között, úgyhogy nyilván majd kiszelegetjük, hogy ne csak tényleg a becene meghangozzanak el. Nem szeretnének. Odesz nevű úriember rendkívül sokat volt. Vadászi Dezső. Vadászi Dezső, le akarattal előtte. Le akarattal. Jó. Akkor, ha ezen túl vagyunk, kérdezik, kinek van még egyebekben? Nincs. Hát, ha nincs, akkor előre láthatólag július 17-én látható egy rendkívüli ülés, amikor már a települési arculati kézikönyvnek egy első változatát fogja tanulmányozni a képviselőtestület, és augusztusban sem csak a pihenésről fog szólni az idő, hiszen akkor is egy ülés keretében, ez pedig jóvá kell majd hagynunk. Jövő héten már lesz erről egy fórum, tehát több fórum fog következni, ami alapján ez a település képi arculati kézikönyv elkészülhet, amelyre az állam 1 millió forint plusz áfa támogatást biztosít. Erre találtunk egy mérnök szervezetet, akik elkészítik nekünk, és lényegében ebből a költségből ez a fajta kötelező állami feladat, hogy nekünk legyen település képi arculati kézikönyvünk. Jövőre pedig a település rendezési eszközök elkészítésére kerül majd sor, meg fog tudni valósulni, úgyhogy előre láthatólag így legyenek kedvesek a kollégák készülni, és amit terveztünk beszámolókat, azt is a július ülésen hallgatnánk meg, illetve fogadnánk el. Még van-e valakinek egyebekben? Még azt szeretném, hogy én megkérem a képviselő urakat, hogy szálljanak 10 percet arra, hogy most már is nézzük meg, hogy most hogy állunk, és majd szombaton is megállítjuk, hogy akkor lesz a munkánk. Úgyhogy 10 percet szálljanak időtökből arra, hogy
vonuljunk el a tájházhoz, jó? Jó. Mert ilyen hamar befejeztük volna. Most nagyon ügyesek voltunk. Köszönöm szépen a megjelenést, és a tárom.